A mai videóban kicsit feltérképezem az H&M őszi-téli kínálatát, és megmutatom nektek, hogy szerintem mik azok a darabok, amiket most érdemes megvenni, amiben érdemes beruházni, mert tényleg jó minőségűek, divatosak, és klasszul be tudod építeni őket az alapruhatárba, úgyhogy ha érdekel ez a téma, akkor gyere és tarts velem ebben a videóban. Újra a csatornán, nagyon köszönöm, hogy újra itt vagy velem. Ha még először jársz itt és nem találkoztunk, akkor gyorsan bemutatkozom. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek és itt is dolgozom, és Svédország legnagyobb sminkiskolájában vagyok sminktanár, amit imádok csinálni, és ezen a csatornán főként sminkkel, divattal, stílussal, illetve illatokkal foglalkozunk, úgyhogy ha érdekel ez a téma, akkor mindenképpen iratkozzál föl, nyomd meg azt a kis csengécskét is, és nem maradsz le semmilyen klassz új videóról. Köszönöm. Ha még új vagy, akkor azt is elárulom, hogy elindult a blogunk is, a boldal.com, vagyis boldal.com, a boldal.com, úgyhogy ha érdekelnek ezek a divattal, szépséggel kapcsolatos témák, akkor mindenképp látogass el az oldalunkra, mert ott tök jó blogposztokat, cikkeket találhatsz ebben a témában, úgyhogy érdemes elolvasni, és ha feliratkozol a hírlevélre, akkor megkapod az ingyenesen letölthető vásárlási kisokost, ami megkönnyíti az okos vásárlást, úgyhogy ne hagyd ki. Már régóta tervezek egy ilyen videót, amiben megmutatom a különböző fast fashion brandekből én mit választanék személy szerint, tehát hogy neked már könnyebb dolgod legyen minden kollekciónál, és az H&M-re esett a választásom két okból is, az egyik hát ugye svéd, így Stockholmban tényleg minden sarkon van egy H&M, és ráadásul óriás méretűek, többszintes, hatalmas üzletek, úgyhogy tényleg van mit böngészni. A másik pedig, ugye az H&M nagyon sok kritikát kapott az elmúlt években, és erre is szeretnék reflektálni, mert én úgy gondolom, hogy az H&M az egyik olyan brand, ami komolyan veszi ezeket a kritikákat, és valóban, tényleg valós változtatásokat vitt végbe a brand életébe, tehát tényleg gyakorlatilag teljesen megújította a hozzáállását a fenntarthatósághoz, az emberi jogokhoz, a munka körülményeknek a javításához, úgyhogy ezért is esett rájuk a választás, mert az egyik olyan fast fashion brand, ami komolyan veszi ezeket a kritikákat. Hadd beszéljek egy picit bővebben erről a témáról, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen az összes fast fashion, vagyis gyors divat brandet, ezt nagyban érintik ezek a kritikák, hogy ugye borzasztóan szennyezik a környezetet, hogy újabb és újabb vásárlásra ösztönöznek, hogy hatalmas ruha hegyeket halmoznak föl ezek miatt a brandek miatt, hogy borzasztó munkakörülmények között dolgoznak az eladók, hogy nem eko anyagokból dolgoznak, tehát hogy borzasztóan környezetszennyező a termelésük is ezeknek az anyagoknak, illetve a lebontásuk is, és ugye ez az egész csomag, ami egy ugye nagy kritika ezekkel a ruhabrendekkel kapcsolatban, és mindenképpen szeretnék erről beszélni, mert többször érintettem ezt a témát, de egy kicsit vegyük górcső alá az H&M-mel, és aztán meg fogom mutatni természetesen az összes kis cuccot, amit kiválasztottam, és csak bírjátok ki addig, jó? Szóval valóban lehet érezni, hogy az H&M komolyan veszi ezeket a dolgokat, próbálja nem félvárról venni, bár sok kritika éri ezzel kapcsolatban is, hogy picit feltupírozza ezeket a nagyon zöld adatokat, de azért valóban látható a változás. Elsősorban ugye a ruha visszaviteli program, tehát az újrafelhasználási program, tehát hogy bármilyen használt ruhát vissza tudsz vinni, és ezeket valóban fel is használják ezeknek az alapanyagait. Ezt láthatod minden ilyen kis cédulán, hogy újrahasznosított viszkózból készült, vagy újrahasznosított poliészterből készült, tehát láthatod, hogy ebben a ruhában valóban van újrahasznosított anyag, úgyhogy ez egy nagy pozitívum, plusz ugye nem termelünk még több ruhaszemetet, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy piros pont nekik. A másik, hogy tényleg nagyon próbálnak odafigyelni arra, hogy megfelelő forrásból származzon az alapanyag, amit felhasználnak, csatlakoztak egy ilyen környezetvédelmi szervezethez, aminek a neve Canopy Style, és ez a viszkóz felhasználásával
kapcsolatos aggodalmakra próbál választ adni ez a szervezet, mert ugye a viszkóz az ugyan egy természetes alapanyag, fáknak a rostjait használják föl az előállításához, viszont a probléma az, hogy nagyon sok hatalmas őserdőt pusztítanak ki gyakorlatilag ennek az anyagnak a beszerzéséhez, miközben meg lehet tenni ezt termesztett erdőkkel, vagyis hogy mondjam, hát mesterségesen létrehozott fatermelésre szakosodott erdőkből is, úgyhogy a kanopisztály szervezet az próbálja összeszedni ezeket az esernyője alá azokat a brendeket, amiket ő ellenőriz gyakorlatilag, és jóvá hagyja az anyagokat, amiket használnak, a beszállítókat, tehát gyakorlatilag ellenőrzi, hogy fenntartható forrásból származzon ez az alapanyag, és ne írtsanak erdőket, ugye a viszkózhoz nagyon rengeteg vizet kell felhasználni, illetve ennek a kezeléséhez egy csomó olyan mesterséges anyagot, ammónia, stb., ami nagyon szennyezi a környezetet, tehát próbálják ezt a viszkóz gyártást normalizálni, hogy minél inkább környezettudatos legyen ennek a termelése, és ez a Canopy Style szervezet gyakorlatilag ezt ellenőrzi, hogy a hozzá csatlakozott brendek, azok valóban egy ilyen környezettudatos viszkóz felhasználást folytatnak. És emellett természetesen nagyon fontos, hogy a ruha termelők, a dolgozóknak is megfelelő munkakörülményeik legyenek, hiszen ez is egy nagyon nagy kritika ezeknek a fast fashion brendeknek, hogy embertelen körülmények között dolgoznak a dolgozók, akik végül is gyártják ezeket a ruhákat, akik készítik ezeket a ruhákat. Azt lehet mondani, hogy az H&M az borzasztóan kritikus és nagyon-nagyon szigorú a kényszermunkával, illetve a gyerekmunkával. Nagyon szigorúan ellenőrzi a beszállítóit, tehát erre borzasztóan odafigyel, hogy semmiképpen se használják ki ilyen szempontból a dolgozóikat. Az H&M tényleg több mint 20 éve foglalkozik a munkajoggal, munkaegészségüggyel, és tényleg rengeteg programot, illetve kezdeményezést indítottak a munkakörülmények javítására, ami egyébként nem egyszerű, hogyha belegondolsz, ugye nincs olyan, hogy H&M gyár, hanem ők különböző kisebb vállalatokkal foglalkoznak, beszállítókkal, akik legyártják nekik a ruhákat, úgyhogy nem egyszerű dolog ezt ellenőrizni, de ők ezt rendkívül szoros megfigyelés alatt tartják, és tényleg nagyon-nagyon komolyan veszik, és csak olyan beszállítóval foglalkoznak, vagy dolgoztatnak, aki valóban megfelel az ő követelményeiknek, és ezt rendszeresen ellenőrzik is. És tényleg megállapodásokat ír alá a szakszervezetekkel, más brendekkel, és tényleg próbálja javítani a munkásainak a körülményeit, illetve az egészségüknek a védelmét. Szóval lehet azt mondani, hogy tényleg az H&M szerintem jó úton jár, nyilván van még mit javítani, tehát lehetne fokozni még inkább az átláthatóságot, tényleg jobban átvilágítani a cégeket, akikkel dolgoznak, illetve még csökkenteni a hulladékot, amit termelnek, de azt kell, hogy mondjam, hogy én úgy látom, hogy ők abszolút úttörők ezen a téren is, és tényleg próbálnak nagyon odafigyelni, mert biztos vagyok benne, hogy nem csak a jó szándék vezérli őket, hanem látják, hogy ez a jövő, és valóban a vásárlók, tehát a vevők is nagyon odafigyelnek erre, és nagyon sok vásárlót veszítenek, hogyha ezt nem próbálják update-elni ezeket a dolgokat, hiszen elveszítenek egy csomó vevőt és egy csomó pénzt. Szóval nem csak emberi jó szándékról van szó, hanem kőkemény üzletről is, de hát ez már egy másik téma, mi örüljünk neki, hogy egyáltalán odafigyelnek erre. Na de vágjunk is bele, ennyi volt az H&M történelem, vágjunk is bele, és mielőtt elkezdjük, azért szeretnélek figyelmeztetni, hogy ez... És vágjunk bele, hogy milyen cuccokat találtam nektek, azért szeretnélek figyelmeztetni, hogy ez erősen szennyezett a saját ízlésemben. Tehát lehet, hogy te más dolgokat választanál, de én próbáltam olyanokat választani tényleg, ami szerintem megéri, mert jó minőségű egyrészt. Ezek alapdarabok, klasszikus, letisztult dolgok, amikbe szerintem érdemes beruházni, kicsit jobb minőségűek, kicsit
extrábbak, tehát tényleg olyan dolgok, amit érdemes megvásárolni, és nem olyan dolog, amit mondjuk kidobsz két hónap múlva, hanem akár a következő szezonban is fel tudod venni, sőt, következő szezonban is divatos lesz, mert hogy klasszikusokról beszélünk, úgyhogy ilyen szempontból gondolkodtam, mikor összeválogattam ezt a kis kollekciót, úgyhogy remélem tetszeni fog nektek, vágjunk is bele. Kezdjük is a kabátokkal, mert szerintem szuper jó kabátok vannak most az H&M-ben, és van ez a Premium Selection brand a branden belül, ahol tényleg elképesztően jó minőségű alapanyagból készülő cuccokat lehet kapni, és a kabátok fantasztikusabb. Úgyhogy mutatom nektek ezt az elsőt, ezt a kis egyenes szabású, nagyon egyszerű fazonú, kis övvel megkötött kabát, ez egy gyapjú keverék, nagyon-nagyon finom az anyaga, ez egy béleletlen kabát, tehát talán leginkább így az átmeneti időszakban vagy, tehát nem mínusz 20-ba lesz jó nyilvánvalóan, de mivel gyapjú azért elég melegen tart, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon csinos, nagyon szép, elegáns kabát, tényleg jó minőségű, kétféle színben lehet kapni, világos és sötét szürke, és mondhatjuk, hogy ez egy igazi klasszikus, ilyen kis öves megoldással nagyon szépen kiemeli a derekat, tehát igazi nőies sziluettet ad, úgyhogy én nekem ez nagyon-nagyon tetszik, és tényleg ilyen kis pihe-puha, gyapjú anyagból van, úgyhogy nekem ez az egyik kedvencem, és XS-től L-es méretig kapható. A következő is egy gyapjú kabát, ez egy egyenes fazon, tényleg egy teljesen egyenes, ilyen kis rejtett gombolással, és egy ilyen nagyon-nagyon szuper kis pihe-puha, bolyhosabb típusú gyapjú, szerintem nagyon-nagyon jól néz ki, tényleg így jól bele lehet burkolózni, amikor hideg van, nagyon elegáns, tényleg ilyen full letisztult, minimalista, ebben az egy színben kapható, és ez az anyag valahogy annyira ilyen luxi, egy ilyen nagyon-nagyon, hát jó minőségű is nyilvánvalóan, de nagyon-nagyon elegánsnak és ilyen, hát nem H&M-nek néz ki, megmondom őszintén, hanem sokkal akár lehetne egy márkásabb brand is, ugye Quiet Luxury ez egy nagyon nagy trend most, úgyhogy ez tökéletesen illeszkedik ebbe a stílusba, szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon szép kabát, szerintem abszolút meg is éri. Jó, hát nem egy 20.000 forintos kabát, de ez egy valóban egy gyapjú kabát, és hát láthatjátok, hogy néz ki, egy kép többet mond minden szónál, szóval nekem ez nagyon tetszik. És a méretezés XS-től L-esig kapható. A következő, ez egy kicsit barátságosabb áru, szerintem elképesztően jó, de hát ez egy poliészter kabát, úgyhogy ez magyarázza az árát, egy twill kabát. Ez egy kicsit rövidebb állású. Ennek is van egy ilyen kis bolyhossága, én nekem ez nagyon tetszik, nem tudom, valahogy ez egy ilyen minőségi feelinget ad nekem, egy ilyen kicsit luxi feelinget, nem tudom jobban elmagyarázni. Egy gombos kis egyenes kabát, tényleg ez is ilyen nagyon minimál, de nagyon szép, és ez is ilyen tört fehér színben, illetve feketében kapható. Én nekem a fehér sokkal jobban tetszik, mint a fekete. Nem tudom, hogy hordanék-e fehér kabátot, vagy ilyen natúr tört fehér kabátot. Minden esetre nagyon szép. Hát lehet, hogy a locspocsban nem a legideálisabb, de hát a szépségért mindent megtesz az embernek. Mondjuk az, hogy rövid, az mondjuk egy előny, tehát talán nem lesz annyira saras, mint hogyha hosszú bokáig érő lenne, de szerintem érdemes benne gondolkodni, mert tényleg nagyon szép, és hát szerintem nagyon olcsó. És méretezésben XS-től XXL-ig kapható, úgyhogy tényleg szerintem nagyon sok mindenki alakjára jó lehet, úgyhogy érdemes felpróbálni. A következő kabát azoknak fog kedvezni, akik szeretik ezeket a nagy, ilyen oversized darabokat, mert ez egy igazi, tipikus oversized kabát, egy egyenes, tényleg ilyen abszolút nem karcsúsított, de szerintem tényleg egyáltalán nem rossz egy ilyen kabát, főleg, hogyha alá tudsz öltözni, kényelmes, nem feszül rajtad, ha mondjuk van egy vastagabb pulcsi rajtad. Béleletlen gyapjú kabát, tehát ennek is nagyon-nagyon szuper anyaga van, szerintem igazán jó kis meleg kabát, nem mínusz 20-ba, de azért elég jó melegen tud tartani a hidegebb téli napokon is akár,
és nagyon-nagyon szép az anyaga, úgyhogy aki szereti ezt a kicsit fiatalosabb, kicsit lazább, ilyen egyenesebb, kicsit libilobibb kabátot, akkor annak nagyon jó lesz szerintem, tényleg nagyon szép. XSS-től L-esig kapható, de mivel ugye ez egy ilyen oversize darab, szerintem akár egy XL-es is bele fog férni, úgyhogy ezt is nézzétek meg. Ilyen bézses, szürkés árnyalatokban lehet kapni, egy világosabb, szürkésebb, bézsesebb árnyalat, illetve egy kicsit sötétebb. Nem mondom, hogy szürke, mert nem ez a tipikus szürke, bézses szürke, talán ez a legjobb leírás. Na és az egyik kedvencem, egy ilyen kis gangster kabát, szerintem iszonyatosan jól néz ki. Nagyon szépen van megcsinálva, ez egy ilyen kis hajszálcsíkos, gyapjú anyagból készült ez a kabát. Gyönyörű szép övvel, nagyon elegáns, karcsúsított, tehát ez egy igazi csajos kabát, igazi klasszikus, nőies fazon, szerintem nagyon-nagyon csinos. Elég vékony az anyag, úgyhogy ez nem vagyok benne biztos, hogy télire is meg fogja tenni, de hát ki tudja, akár alá vehetsz valami vastagabb pulóvert, és nyilván attól függ, hogy milyen hideg lesz télen, de szerintem ez egy bomba kabát. Tehát tényleg, hogyha valaki kicsit elegánsabban szeret fölöltözni irodába, magas sarkúval, de tényleg ilyen nőcisen, akkor ez nagyon-nagyon jól fog állni, és egy nagyon szép ilyen sötét szürke árnyalata van, ami szerintem nagyon sok színnel variálható, úgyhogy nekem ez borzasztóan tetszik ez a kabát. És méretezésben is eléggé gondoltak azért minden testalkatra, mert XSS-től XXL-ig kapható. Na most ennyi volt a kabát, most beszéljünk egy kicsit a blézerekről, mert a blézerek tudjátok, hogy borzasztóan divatosak lesznek idén, úgyhogy kezdjünk is egy pirossal. Én imádom a pirosat, piros az egyik legmenőbb szín, idén télen, ősszel télen, úgyhogy mutatok nektek egy nagyon szép piros kis blézert. Tényleg egy nagyon kis egyszerű szabású blézer, egy viszonylag egyenes, egy gombbal záródik. Egyetlen kritikám van ezzel a blézerrel kapcsolatban is, az a gomb. A gomb az borzasztó gagyi. Maga a blézer szerintem nagyon szépen néz ki, de az a kis műanyag gomb az borzasztó, úgyhogy azt javaslom, hogyha esetleg befektetsz ebbe a darabba, akkor mindenképpen cseréld le ezt a kis gombot. Lehet akár egy fényes, arany vagy ezüst gomb, de ez a piros nekem egyáltalán nem tetszik, de nyilván a te választásod. Egyébként kapható szürkében is, az is nagyon szép, de én nekem abszolút a piros a befutó. Marha jól össze lehet kombinálni akár fekete-fehér outfittel, vagy fekete-piros garbo és piros zakó, szóval tényleg végtelenségig lehet variálni, és mégiscsak van egy kis szín az öltözékedbe. És szerintem elképesztő jó ára van amúgy, szóval szerintem ez nagyon megéri, és XSS-től XXL-ig kapható, úgyhogy sokféle méretre jó lesz. Fú, én imádom az ilyen Chanel jellegű blézereket, teljesen oda vagyok érte, és hát ez a kis buklé blézer, ez teljes mértékben a Chanel kis zakókra hajaz, úgyhogy tényleg rögtön ad egy ilyen nagyon elegáns, egy ilyen nagyon klasszikus, minőségi feelinget, szóval szerintem ez tényleg elképesztően jól néz ki, nagyon-nagyon elegáns, három színben kapható, fekete, világos kék és egy ilyen kicsit kockás, tweedebb hatású kis anyagból, ami egyébként nekem a kedvencem, nekem ez tetszik a legjobban, de mind a három nagyon-nagyon szép, tök jól kihasználható, és ezeket a blézereket is nyugodtan gondolkodhatsz farmer összeállítással is, tehát nem muszáj ez egy szövetnadrágot fölvenni, ez tök jól néz ki, egy fehér garbó farmer, és ez a kis blézer, úgyhogy azok is nyugodtan gondolkodhatnak blézerbe, akik szeretnek sportosabban, vagy egy kicsit ilyen kényelmesebben felöltözni, mert ezekhez az outfitekhez is tök jól néz ki. Szerintem az ára az egészen fantasztikus, tehát tényleg az árhoz képest egy tök jó minőségi blézert fogsz kapni, ami nem annyinak néz ki, mint amennyibe kerül, és mivel ilyen nagyon egyszerű, ezért nem feltétlenül fogja tudni senki megmondani, hogy ez egy H&M darab. Nekem a legnagyobb problémám egyébként az H&M cuccokkal, amit mondjuk tudod, hogy most ez a trendi, és minden második emberen azt látod. Viszont ezeknél a daraboknál, amiket mutatok nektek, ezt nem lehet annyira detektálni, hogy ez honnan van, hiszen tök egyszerűek, minimalisták, úgyhogy ha valaki meglát egy ilyen csinos outfitben, vagy öltözékben, ami ezekből a darabokból áll, akkor ez nem fogja azt mondani, hogy aha, tényleg láttam a kirakatban, ez H&M-ből van.
nem fogja ezt mondani, mert hogy annyira minimalista, nem fogja tudni rögtön beazonosítani, mint hogyha van rajta egy minta, vagy egy ilyen speckó rátét, vagy bármi, amiről rögtön lehet tudni, hogy aha, ez innen és innen van. Úgyhogy én szerintem ez egy plusz pont, és én ilyen szempontból is próbáltam összeválogatni ezeket a cuccokat. És ez is XS-től XXL-ig kapható. Hát ez is az egyik kedvenc blazer fajtám, nekem is van ilyen, csak mondjuk nem agendemes, hanem az arából van, de ez egy abszolút klasszikus blazer, ez aminek egy picit így föl van húzva az ujja, ez nagyon jól néz ki azoknak, akiknek egy kicsit rövidebb keze van, mint nekem is, mert egy picit hosszabbá fogja varázsolni a karjaidat, úgyhogy ha ilyen problémád van, akkor ez egy jó megoldás lehet. Egy abszolút klasszikus, én szerintem nagyon-nagyon csinos, három színben kapható, tengerészkék, fekete és bézs, és nagyon-nagyon szép az anyaga, talán nem is tudom, szóval ilyen, ez is ilyen quality, ilyen minőségi anyagnak néz ki, egy picit van egy ilyen bordázata, és tényleg nagyon-nagyon csinos, nagyon elegáns, úgyhogy ha nincs még blézered egyáltalán, akkor ez egy nagyon-nagyon jó kezdő blézer lehet. És a méretezése az meg egészen fantasztikus, mert egészen 50-esig van méretezve, úgyhogy tényleg a plus size hölgyekre is gondoltak, 32-estől 50-esig. Szóval itt aztán tényleg nem lehet akadály a méret. Hogyha idegenkedsz a blézerektől, akkor most mutatok nektek egy kardigánt, ami akár egy blézernek is beillik, mert hogy ez a kardigán, ez egy picit ilyen blézer jellegű kardigán, de kötött anyagból készült, ez is egy picit ilyen Chanel-es. Ha nézted az előző videómat, ami ilyen master darabokról szól az őszi-téli szezonra, hát ez benne van, és tényleg szuper-szuper jól néz ki. Tényleg nagyon elegáns, ilyen kis aranygombokkal van díszítve, nagyon-nagyon jól néz ki, az anyaga is nagyon szép, feketében és ilyen tört fehéres színben kapható, úgyhogy szerintem ez a szezon slágere lesz, és az ára meg elképesztően jó, úgyhogy szerintem ez egy kihagyhatatlan darab ezen az őszön. Méretben XS-től XXL-ig kapható. Na jöjjenek a fölsők! A bodyk azok iszonyat trendiek ezen az őszön télen, és én megmondom őszintén, hogy én imádom a bodyket, szerintem borzasztóan praktikusak, jó, nem amikor pisilni mész, akkor ott kell csatolgatni meg minden, de egyébként nagyon-nagyon jó viselet szerintem egy body. Először is nem csúszik ki a gatyádból, másodszor, akinek van egy kis extra itt-ott, mint nekem, ez így nagyon jól összetart, így úgy összecuppantja ezeket a kis hurkácskákat, hogy tényleg egészen feszesnek és vékonynak néz ki az ember. Úgyhogy most rengetegféle bodyt lehet kapni az agendembe, meg egyébként máshol is. Úgyhogy érdemes körülnézni, én összeszedtem néhányat, ami szerintem jó és klasszikus, és tényleg szép, és mindennel össze lehet kombinálni, de ezen kívül még nagyon sok fajta van, úgyhogy érdemes nézegetni. Az első ez a kis netz betétes body, ami szerintem elképesztően jól néz ki, és annyira kis csalafinta, tehát tényleg ad egy ilyen nagyon-nagyon szép dekoltást, de mégse. Szóval adunk is, meg nem is, mint a mesebeli lány. Szóval szerintem nagyon-nagyon csinos, és tényleg van benne egy kis extra, ezzel a kis netz betéttel, kifejezetten szexinek találom, XS-től XXL-ig kapható, és az anyaga egy ilyen jersey-szerűség, tehát nem pamut, úgyhogy nagyon-nagyon jól tágul, és amit mondtam, ezt a kis összecuppantós érzetet, ezt nagyon-nagyon jól adja. A pamut bodyk azok nem annyira jók ezen a téren, ebből a szempontból én jobban szeretem ezeket a jersey bodykat. Természetesen nem tudtam kihagyni a felsorolásból ezeket a kereknyakú bodykat sem, mert hát hogyha valami klasszikus és alapdarab, akkor ez az. Többféle színben kapható, fekete, fehér, barna, és azt hiszem, hogy ilyen tigris mintás, párduc mintás szerűségben is, úgyhogy szerintem ezek is nagyon-nagyon klasszul néznek ki. Jerseyből készült, úgyhogy ugyanaz vonatkozik rá, mint az előzőre, úgyhogy szerintem ezeket is nagyon-nagyon jól ki lehet használni, és hát az ára pedig fantasztikus. Egyébként lehet kapni garbós változatban is, tehát aki szereti a garbót, akkor az is fog találni magának, de szerintem ez a kereknyakú sokkal klasszikusabb. Rengetegféle pulóvert lehet kapni most az agendámban. A pulóverekkel azért egy picit vigyázzatok, mert én is sokszor vettem már pulcsit az agendámban,
és ezek a kicsit műszálasabb poliészter pulcsik, ezek eléggé hamar kibolyhosodnak, kinyúlnak, sok problémám volt már velük, vannak jók is, tehát félre ne értsetek, van olyan, ami évek óta hordok, de most akartam mutatni nektek egy picit ilyen minőségibb darabokat, mert hogy most már ilyeneket is lehet kapni. Először is egy mohair pulcsit választottam nektek, ami, ugye a mohair az egy nagyon minőségi alapanyag, egy nagyon-nagyon klassz, nagyon melegít, tehát tényleg nagyon jó térre. Mondjuk azt azért el kell mondani, hogy ezek a szőrös jellegű pulcsik, ezek, hogyha csak a csupasz bőrödre veszed föl, akkor azért eléggé szúrhatnak. Szóval ez alá mindenképpen javaslok valamilyen hosszú ujjút fölvenni, de tényleg télire ez abszolút ideális, és ez a pulcsi szerintem egészen fantasztikusan néz ki. Nagyon-nagyon szép, egy ilyen picit ilyen végkivágásszerűsége a nyakkivágása, nem túl mély, és egy picit ilyen lazább fazonú ez a pulóver, és egy ilyen nagyon szép szürke árnyalata van, szerintem nagyon-nagyon szép, és abszolút nem egy H&M minőségnek néz ki, de hát látjátok, hogy az H&M is próbálja emelni egy kicsit a lécet, és sokkal inkább minőségibb alapanyagokból kezd dolgozni, úgyhogy elég sok ilyen mohair keverék pulóvert lehet kapni most náluk, de szerintem ez az egyik legszebb. Kapható egyébként ilyen krémszínű változatba is, úgyhogy ha te jobban szereted a világos színeket, akkor itt a megoldás. Azért nagyon figyelj oda, hogyha beruházol egy ilyen mohair pulcsiba, hogy hogyan kezeled, de semmiképpen sem dobjuk be a gépbe, semmiképpen sem mossuk magas hőfokon, csak kézzel, langyos vízben, és kiteríteni is csak fektetve, mert ezek a minőségi alapanyagok azért eléggé érzékenyek, úgyhogy ha már megveszed a pulcsit, akkor legyen ez egy jó elég sokáig, úgyhogy figyelj arra, hogy hogyan kezeled. Na és még egy mohair pulcsi, ez egy kicsit rövidebb, kicsit ilyen testhez simulósabb, egy kicsit olcsóbb, de tényleg ez is nagyon-nagyon szép, nagyon minőséginek néz ki, tényleg eléggé luxi, és három színben kapható, úgyhogy mindenki megválaszthatja azt, ami neki a legjobban tetszik. Fekete, szürke, illetve bézs színekben, úgyhogy szerintem ebbe is érdemes belefektetni, ez nagyon jól néz ki akár egy szoknyával, vagy akár egy bőnadrággal is, tök jól össze lehet kombinálni, és méretben XS-től XL-ig kapható. Az előző trend videókban már többször is beszéltem arról, hogy a csíkos pulcsik mennyire virágkorukat élik, úgyhogy most választottam nektek egy ilyen csíkos pulcsit, ami abszolút illik a quiet luxury trendbe is, ezzel a kis cipzárral, teljes mértékben hasonlít ezekhez a nagyon minőségi és drága márkás pulóverekhez, nyilván nem azon az áron, de nagyon szép, tényleg jó minőségűnek tűnik az alapanyaga is, és ez egy igazi klasszikus ez a fazon, tehát abszolút tudjátok, amikor mennek jachton a hajós kapitányon a tengeren, akkor szoktak ilyeneket viselni a gazdagék, úgyhogy abszolút egy luxi feelingje van ennek is, és szerintem tényleg illik ebbe a mostani trendbe, abszolút, és amellett meg nagyon kényelmes is, és praktikus is, úgyhogy mi lehet még ennél jobb. Lehet kapni fehér-fekete csíkosba, fekete-fehér csíkosban, nekem mind a kettő nagyon tetszik, lehet kapni barnában is, ami nekem egyáltalán nem tetszik, úgyhogy én személy szerint a fehér alapon fekete csíkost választanám, de a fekete alapon fehér csíkos is nagyon jól néz ki, a barna meg csak semmilyen. A barna az olyan minek. Tehát nekem az abszolút nem tetszik a barna, de ha neked tetszik, azzal sincsen semmi baj. Én személy szerint ezeket a fekete-fehéreket választanám, ez abszolút nagyon-nagyon menő most ebben az évszakban. És hát méretben is eléggé jól el vagyunk látva, mert XS-től 4XL-ig kapható, úgyhogy mindenki megtalálja a maga méretét. Amikor megláttam ezt a szoknyát, én rögtön beleszerettem. Ez egy ilyen bevonatos rakott szoknya, ilyen bőrhatása van, és elképesztően jól néz ki. Szerintem szuper az őszi-téli szezonban, hiszen kellően vastag, akár hidegben is simán föl lehet venni. Tényleg csizmával, bokacsizmával, loaferrel, Mary Jane-nel, bármivel föl lehet venni, pulóverrel, bodyval, attól függ, hogy neked mi a stílusod, nagyon-nagyon jól kombinálható, és szerintem nagyon-nagyon csinos. Van egy ilyen fényes bőrhatása, nagyon-nagyon érdekes az anyag, hát méretben nem
szálltak el nagyon, mert XSS-től XL-ig kapható csak, úgyhogy ez egy picit limitáltabb méretezés. Szatén szoknya mellett se tudtam elmenni, hiszen erről is volt már szó a Quiet Luxury-ben is, meg egy másik trend videóban is beszéltem erről, hogy a szatén szoknyák mennyire divatosak, akár egy nagyobb kötött pulcsival kombinálva, vagy egy blúzzal, vagy egy bodyval, ahogy te szeretnéd, csizmával, balerínával, bárhogy, tehát tényleg a végtelen lehetőség van a variációkra, és lehet kapni feketében, illetve lehet kapni ebben ilyen párduc mintás szerűségben is, úgyhogy nekem mind a kettő nagyon tetszik, és baromi jól néz ki akár egy bakancsal, vagy egy Chelsea csizmával, vagy egy rendes csizmával, szóval nagyon sokféleképpen lehet viselni, és szerintem elképesztően jól néz ki, akár egy téli kabát alá is. És méretben XS-től XXL-ig kapható, úgyhogy ez is egy ilyen okés méretezés. Na, ha már szaténról beszélünk, akkor mutatok nektek egy szatén inget is, hiszen a szatén ing az egy abszolút klasszikus, nem mellesleg divatos is, úgyhogy szerintem ebbe is érdemes beruházni, egyáltalán nem drága, négyféle színben kapható, fekete, fehér, szürke, illetve zöld színekben, szerintem mindegyik jól néz ki, nekem talán a szürke tetszik egy kicsit kevésbé, mert inkább ilyen kifakult fekete hatása van, de szerintem ebbe is érdemes beruházni, ezt jó sokáig fogod tudni hordani, hiszen egy abszolút alapdarab, egy abszolút klasszikus, nem fog kimenni a divatból, és tök jól össze lehet kombinálni bármivel, akár farmerrel is, vagy farmer szoknyával, klasszikus nadrággal is, szóval tényleg jól ki tudod használni. És ennek is elég jó a méretezése, XSS-től 4XL-ig, úgyhogy beleférnek a lányok. Hát ez a nadrág, ez egy abszolút klasszikus, tehát ennél klasszikusabb klasszikus nadrág nem létezik szerintem, úgyhogy szerintem egy ilyen mindenképpen illik a gardróbodba, és nagyon ki is tudod használni, elég sok színben is lehet megvásárolni. És ami nekem nagyon tetszik, hogy nem annyira csípő nadrág, tudom, hogy itt a képeken csípőnek néz ki, de az ülep része az elég magas, tehát itt ugye eléggé le van rogyasztva, de tehát, hogyha jobban szereted egy picit fölhúzva viselni, akkor nem kell ennyire csípő nadrágként letolva hordanod, hanem nyugodtan följebb is lehet ezt egy kicsit húzni a derék irányába, úgyhogy ezt a homokóra alakot nagyon ki tudja hangsúlyozni, és szerintem elég szép, az anyaga is elég jól néz ki, hát ezért a pénzért tényleg ingyen van gyakorlatilag. Fekete, szürke, bézs és fehér színekbe kapható. Fehéret talán már nem érdemes venni térre, de a többi szín az még tök jól ki lehet használni. És ez is egész picitől egész nagyméretig kapható, 30-astól 50-esig, úgyhogy minden popsi belefér ebbe a nadrágba. Mindenképp szerettem volna egy farmert beletenni ebbe a kollekcióba, mert szerintem a farmer választás úgy, hogy elegáns is legyen, klasszikus is legyen, de ne legyen ilyen outdated vagy ciki hordani, mint ugye nagyon sokunknak van még ilyen skinny jeans, vagy hogy hívják, cuppanós farmer a szekrényünkbe, ami most annyira nem divatos, úgyhogy mutatok nektek egy olyat, ami klasszikus, csinos, nőies, akár időtlen darab is lehet, de mégis trendy. Ez pedig egy ilyen flare farmer, ami ugye egy picit lefelé bővül, fölül összetartja a dolgokat, tehát ugye egy picit így, hogy mondjam, hát tartja a kis hurkákat, és nem csípőnadrág, hanem deréknadrág. Rengeteg csípőnadrágot lehet most kapni, hát azért akinek van egy kis pocia, az felejtse el ezeket a csípőnadrágokat, mert ez a 2000-es években se nézett ki jól pocakosoknak, és most se néz ki jól, szóval vannak dolgok, amik nem változnak, mit tegyünk. Szóval ez egy deréknadrág, tök jól összetartja a pocidat, de mégis nagyon szépen hosszítja a lábad, nem koptatott, nem világos, nem szakadt. Egy abszolút hagyományos, farmer színű farmer nadrág, amire mindenkinek szüksége van. Ha 20 éves vagy, ha 60 éves vagy, vagy közötte, mindenképpen szükséged van egy olyan farmerra, ami egy klasszikus, tehát ami nem feltétlenül a jövő menő trendeknek megfelel, hanem egy klasszikus farmernadrág, és ez abszolút az. Ez is nagyon sokféle színben kapható, a fehértől a világosig, feketéig, mindenféle színben. Én a sötétkéket, illetve a feketét javasolnám, hogyha klasszikusban gondolkodunk, de nyilvánvalóan te kiválasztod majd, ami neked tetszik.
minden méretbe kapható, 32-estől 54-esig, tehát biztos vagyok benne, hogy mindenki fog találni a saját méretére valót. És akkor jöjjenek a cipők. A cipő az egy kicsit kényes kérdés az H&M-nél, mert egy kicsit, hát tud ilyen olcsó hatása lenni, és egy csomónak van is olcsó hatása. Most azokat mutatom nektek, ami szerintem okésan néz ki, tehát hogyha összeválogatod ezeket a darabokat, és tényleg lesz egy ilyen nagyon szép, elegáns, minőségi outfitted, akkor ezek a cipők még elmennek vele, és az első az ez a Chelsea csizma, ami ugye tudjátok jól, hát nézitek a videókat, hogy ez mennyire divatos lesz ebben a szezonban, és ez egész jól néz ki ez a cipő, nagyon jó áron van, úgyhogy szerintem ez egy abszolút befutó lehet, nézzétek meg, próbáljátok föl, nem tudom, hogy mennyire kényelmes, meg kell nézni, de minőségre egész jól néz ki, tehát tényleg nem tűnik annyira gagyinak a bőre, tök szépen van megcsinálva ez a gumírozott része, úgyhogy szerintem erre akár érdemes lehet beruházni. Hát a bakancs is ugye kihagyhatatlan ebben a szezonban, szerintem ez a bakancs elég jól néz ki, lehet kapni, hát Magyarországon nem tudom, hogy lehet kapni lak formátumban, nálunk lehet kapni, én a weboldalon nem találtam meg, csak a sima bőr változatát, ami szintén nagyon jól néz ki, de én nekem megmondom őszintén, hogy én szeretek mindent, ami egy kicsit fényes, és én nekem nagyon tetszik a lak baki, de hát bármelyiket is választod, szerintem jól néz ki, egész jó minőségnek tűnik ez a kis csizma, és tök jó ki lehet használni, én nekem minden szezonban van bakancsom, már évek óta, mert valamilyen formátumban mindig divatos a bakancs, úgyhogy azt is érdemes, ebbe is érdemes befektetni. Azért még egy dolgot hadd mondjak el, hogy az H&M cipőktől azért nagyon nagy minőséget nem kell várni, tehát az ára nem olyan magas, úgyhogy akár, hogyha egy szezonra veszed meg, még szerintem az is okés, de én nekem nem szokott egy maximum két szezonnál tovább kitartani, amit megveszek az H&M-nél, úgyhogy ilyen fejjel vásárol, tehát ezt nem az örökké valóságnak fogod vásárolni a cipőket, ellentétben mondjuk egy gyapjú kabáttal, vagy egy mohair pulcsival, amire ugye, hogyha vigyázol, azért az elég sokáig ki tud tartani, a cipő az nem ilyen. Szóval erre készülj föl. Na és még egy szezon kedvenc, ez ugye most ebben a szezonban jött be, a Mary Jane cipő, és ez egy elképesztően csinos verziója, nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik, hát ez is lak, mit mondjak. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon szép cipő, rohadt jól néz ki, komolyan. Tehát annyira nehéz kapni ilyen Mary Jane-be olyat, ami tökéletes, számomra ez abszolút tökéletes. Nagyon tetszik a sarka, nagyon tetszik az orra, úgyhogy a laknál az a jó, hogy a laknál nem látod annyira, hogy most ez mennyire minőségi bőr, vagy nem minőségi. Úgyhogy ezt szerintem nagyon-nagyon érdemes megvenni. Ha Mary Jane-t szeretnél, akkor ezt abszolút javaslom, ezt a fazont, mert nagyon szépen néz ki, és szerintem tök ilyen, tehát abszolút egy ilyen márkás darabnak néz ki szerintem, úgyhogy ezt is érdemes megvásárolni. És akkor elérkeztünk a kiegészítőkhöz, most beszéljünk a táskákról. Hát nagyon sokféle táska van nyilvánvalóan az H&M-ben, vannak jobbak, vannak kevésbé jobbak. Mindig a bőráru az egy picit ilyen kérdéses téma, mert van, amiről nagyon süt, hogy ez műbőr, és picit gagyi, és nem tudom, szóval az darabja válogatja, hogy mit érdemes megvenni az H&M-nél, de most van egy ilyen szuper jó kollekciójuk, ami abszolút egy Chanel feeling, és mivel ugye ez egy textíliából készült, nem bőrből, ezért egyáltalán nincs gagyi feelingje, hanem abszolút ez a Chanel táskáknak az illúzióját hozza, az ár nélkül. Úgyhogy ezek a kis tyúkláb mintás kis táskácskák nekem borzasztóan tetszenek, lehet kapni egy ilyen shopping bag formátumban, tehát hogyha te sok mindent cipelsz, akkor akár ezt is választhatod, ez is nagyon-nagyon szép, és lehet kapni a kisebb verzióját is, ami ilyen pici kis kézitáska, vagy akár ilyen kereszt át... Hoppá! Ami ilyen kereszt pántos táska, ez is nagyon-nagyon szép, és itt még képzeljétek el, hogy ilyen laptop táskát is lehet kapni ebbe a tyúkláb mintás formátumba, úgyhogy nekem ez borzasztóan tetszik, szerintem tök cool, és nem ilyen erőlködős valahogy, nem tudom, szóval egy ilyen klasszikus eleganciát sugall nekem ez a
kollekció, úgyhogy nekem ez nagyon tetszik. És ha már fekete-fehér, akkor ez dukál egy szép sál is, egy szép fekete-fehér sál, elképesztően pihe-puha ez a sál, szerintem nagyon jól néz neki ezekhez a tyúklábmintás kis darabokhoz, és az egészet megfejelheted egy ilyen nagyon szép kis svájci sapkával, ami szerintem ad egy ilyen különleges párizsi sikket az öltözékedhez, úgyhogy ne félj tőle, szerintem tök jól néz ki egy ilyen kis svájci sapka, egy barrette sapka, úgyhogy ezt is kipróbálhatod, és képzeld el ezt az összeállítást, hogy egy egyszerű kis alap kabát, ezekkel a fekete-fehér kiegészítőkkel mennyire jól nézne már ki, nem? Úgyhogy gyakorlatilag ezzel meg is koronáztad az outfitedet, az öltözékedet. Sokat beszéltem arról, hogy a gyöngyök mennyire menőek lesznek ebbe a szezonba. Hát most az H&M-be tömkelegével lehet kapni gyöngyös ékszereket, nyakláncokat, fülbevalót. Úgyhogy ezt most nem is részletezem, mert olyan sokfélét lehet kapni, hogy tényleg csak el kell menned az üzletbe, vagy fölmész a weboldalra, és megnézegeted ezeket a különböző darabokat, de most tényleg nagyon-nagyon sokfélét lehet kapni, úgyhogy mindent, ami szemszájnak ingere, csak rajtad múlik, hogy mit választasz. Na ez lett volna az én kis kollekcióm az H&M-től, nem tudom, hogy mit szóltok hozzá, vagy mit szóltok egyáltalán ehhez a formátumhoz, ehhez a videó formátumhoz, mert ugye még nem csináltam ilyet, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek, mindenképpen írjátok meg a kommentbe, hogy hasznosnak találtátok-e, volt, ami tetszett különösen, vagy amit gondoljátok, hogy majd meg fogjátok venni, és bepasszintjátok a kis gardróbotokba, borzasztóan kíváncsi vagyok, úgyhogy mindenképpen írjátok meg. Ha tetszett a videó, akkor semmiképp se felejts el lájkolni, és oszd meg nyugodtan, mert szerintem más is kíváncsi rá, hogy mit érdemes venni az H&M-nél, és természetesen ne felejts el feliratkozni, mert jobbnál jobb videókkal készülök, hidd el nekem, nem akarsz róluk lemaradni, úgyhogy mindenképp iratkozzál föl. Jó? Nagyon köszönöm. Egyébként meg tök jó, hogy itt voltál velem újra, én nagyon élveztem ezt a kis beszélgetést, úgyhogy találkozunk legközelebb is, remélem. Sziasztok!